itt az ideje, srácok, hogy folytassuk ismét a játékot. Imáról jól belakva. Retornáció, köszi szépen, Panna, a 14 hónap támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Itt újra itt köztünk. Srácok, peregjenek a szövegek Pannának. Köszi, köszi. Hát, aki esetleg nem maradt volna a legutóbbi graveyard keeperezéssel, annak mondom, hogy hát felavattuk a lélek a lelkes szobát, azt fejleszgetjük, valamint haladunk a táborral, a menekült táborral is, és az asztrológus gyerkőcével kapcsolatban is vannak fejlemények, mert kiderült, hogy Miss Charm-nak hívják. Úgyhogy meg elkészült a damaszkuszi kart is, ami most per pillanat nálam van, de majd oda kell adni a kígyónak, a kelgyónak. Köszi szépen a pergetést, Pixelien és Coolers, köszi szépen. Meg Petya, neked is, köszi szépen mindenki, aki pergeti Pannának. Mizus, Panna. Jó, hát én azt nézem, hogy most egy csomó dolgot el kéne amúgy tennünk. Először is kéne csinálni ilyen ládát a lelkes szobába, hogy ne kelljen onnan kivinnem az agyakat, meg ilyenek. Úgyhogy az gyorsan megnézzük. Tehát kell... hát sok minden. Elférünk így? Az almaleves vödröt el kéne intéznünk. Hát, aha, értem. Tehát ide kéne víz, sok víz. Pillanat, srácok. Nekem amúgy át kell gondolni a kajákat, madari, mert... hát hogy mondjam neked? Nem vagyok otthon ezekben. De felgetted. Na ez már az új menő scripted, vagy mit, Connor? Amit most láthatunk itt a chaten? Vizsgákra megy a tanulás? Ó. Oh. Nézem, hogy hogyan lehetne elrakni a szőlőleves vödrömet. Hát, hogy sehogy. Csinálunk egy ilyet. Így most már van kettő, de ez bronzos lett. Az meg ezüst. Ó, megcsináltam magamnak a dolgokat. De most akkor ebből is kell egy. Igen, amúgy még láda kell, tehát, hogy... Nincs mese. Amúgy csináljuk meg. Lehet csinálni? Enged még a játék? Hát hogy ne engedne? Ja, akkor csinálunk. Csak font azért akartam idejönni, hogy el tudjuk tenni a dolgokat a ládából. Erre még több helyet foglalok, mint amennyivel elkezdtem. Tegyük el a történetet. Egy kalappal a vizsgánkhoz amúgy vannam. Na, tök szuper, Connor. Én a botnak akartam megcsinálni, hogy pergessen automatikusan mindenkinek, mert az tök menő lenne, és akkor, hogyha ti is pergetnétek, és lusták vagytok leírni, mondjuk ilyen nem szokott lenni, hogy lusták vagytok leírni állítólag, akkor legalább a botra el tudjátok máson, és nem kell rám várni, úgymond. Jó, tehát... hát végül is ide be lehetne rakni a piát, ezt el is fogja vinni a zombi. Az alma leves vödör is mehet be. Mondjuk ahogy látom, ebből már volt bent korábban. Jó, és akkor most
tudunk annyi cuccot felvenni, hogy meg tudjuk építeni az új tárolót. Tehát kell nyers vadeszka. És mivel biztos vannak játékosok, vagy legalábbis nézők, akik szerint zavaró, hogy itt van ez a sok fa, sietnünk kell. Megelőzzük a zombit, én leszek a gyorsabb! Hopp! És már nem is tudta lerakni, és el fognak tűnni a fák a földre. Most kell nekünk a szög. A szög után pedig vasdarab is. Kész, és így most tudunk csinálni pár ládikót. Na nézzünk, mennyit enged? Ó, hát enged bőven. Na várjunk, ez most rosszul. De hát én... Ez valami bug lesz, igaz? Most akkor mennyi van, mennyi tárolót csináltunk? Ez valami bug, srácok. Igen, ez kettő. De hogy csináltam kettőt? Én ezt nem értem. Igen, mind a kettőt tudom használni, csak bénán néz ki. Ja, hát nyilván ez most nyersanyag pazarlás, de... Tehát, hogy ez nem jó így. Ez már nem az első alkalom, hogy így bebugol a craft. Ja, hát persze, helytakarékos nyilván csak nem néz ki jól. A kontroller miatt? Ah, aha. Tényleg, hát a misét azt meg se tartottuk. Híveim, tessék várni! A püspökkel is beszélni kell, édes Istenem. Meg ott egy hulla, hát ez a hulla is már mióta vár ránk ott. Lenne, hogyha behoznák azt, hogy lehessen skippálni a misét. Majd sejmet kell venni a kereskedőtől. Jó. Focizunk a mások hitével. Na. Ami a katedrálist illeti. Aha, tehát akkor még nem ez jön. Akkor még nem ez jön. Ja? Hát igen, csak... Tehát rajtam el, hogy megtartom a misét, csak az zavaró, hogy nem lehet elszkip. Tehát, hogy ugyanazokat a szövegeket mondja a karakterem is, és mondják a hívek is. És tehát, hogy nekem kell a pénz a miséből. És cserébe az a szenvedés, hogy most végig kell néznem ugyanazt az egész ceremóniát. Ennyi. Igazából ennyi, ami a gondom. Változatosabb lehetne a mise. Ennyi. Viszont a misén, akik nem okét, hanem remeket mondanak, azok adják a hitet. Ó, na ezt még nem is figyeltem. Wow. A húsi kéne még.
A bűn töredék miatt csináljuk most ezt, mert kell a bűn töredék. Nincs elég cucc nálam, igaz? Mert nem csináltam vasdarabokat. Ja. A csontnak pont nem fér be. Ó, a francba. Lehet, hogy jön majd egy olyan update, hogy nem is kell már misét tartani. Hát jó. Kicsit a földön volt a lélek, azt már tönkre is ment. Hát ilyet még. Jó, vér is mehet. Koponya is. Zsír is. Ennyi. Na, tehát... Igen, ott tartottunk, hogy megtartottuk a misét, és craftolni akarunk dolgokat. A víz az most mondjuk pont nem kell. A vasdarabokat akarjuk. Hát, annyira nem figyeltem egyébként, hogy hogy jön a content a játékhoz, de szerintem ilyen év vége fele jön az újabb adag. Most jönnek a tárolók. Így van. Szuper! A bűntöredéket én már át is rakom ide rögtön. A hamu meg a só az pedig ide fog jönni. Jó. És akkor amit még akarok csinálni, most van Miss Charm-nak a napja. Gyűjtünk bogyót. Aranyat is kell kiégetnünk, hogyha tudunk. Nem tudunk sajnos. Pedig kéne. Akartunk csinálni tárolót a pincébe. Még engedte, úgyhogy jó, mert ugye nyilván kevesebb alapanyagot használok a craftolásnál, van egy ilyen perk is. Csúsztak a lelkes kiegészítő megjelenésével is? Ó. Oh. Na, tehát én azt találtam ki, hogy itt lesznek a gyümölcsök. Legalábbis én bízom benne, hogy oda viszi. Mi számít az elsőnek náluk? Ahogy látom, amit először leraktam. Szóval, én ide raknám a vödröket. Meg szerintem a vörös bort is, mármint az ilyen feldob... Hát mondjuk...
Ja. Búzán szépen kivesszük. Külön kéne tartani a bogyókat. A kómlótól és a szőlőtől. Akkor igazából már meg is van. A búzát kell az alsó résznél tartani, a búza és a víz. Ja. Ja, rossz helyre akartam. Ide jön a bogyó. Na, valahogy így képzelem el egyébként a ládákat. Mit szóltok? Ez így cool, nem? Ó, és ide eresztik le a ládát. De jó. Zöldséges doboz. Wow. Ja, valószínűleg a zombik majd úgyse azt fogják csinálni, ahogy én azt elképzeltem. De tervnek jó. Jó. Okés. Azt nézzétek, 12 pia. Jó. El kell mennem arany... mondjuk először elmegyünk Miss Charmhoz. Aztán pedig aranyat bányászni. Hűt, kedvesebb éve segíthetek? Az apáddal kapcsolatban. Miss Charm, olyan magányosnak tűnsz, van családod? Croissant! Drága barátom, te olyan kedves vagy hozzá, úgy tűnik, te vagy az egyetlen, aki ember számba vesz engem. Olyan magányos vagyok egyedül, ennyi hódoló között. Ez az átkom. Anyám meghalt, elrontottam a kapcsolatomat a rokonaimmal. Egész életemben egy sármos herceget kerestem, de el vagyok átkozva. Nem viccelek, anyám azt mondta, hogy a nyakláncommal meglelhetem a szerelmemet, és eladtam. Talán tudom, hogy ki az apád. Croissant! Apám egy becstelen alak, elhagyta az anyámat is. Ő ezt sose heverte ki. Semmi jót nem tett nekem. Nem érdekel, hogy ki ő. Szegény Croissant. Szegény Croissant. Hát ez szívás. Oké. Kér egy dicsőítő szöveget. Wagner, lenne egy kérésem. Tudod, szeretném, hogyha írnál valamit egy bizonyos személynek, valami dicsőítőt. Egy óda tökéletes volna ehhez. Végre úgy döntöttél, hogy meglágyítod a kedvesed szívét? Sajnálatos módon nem, ezúttal nem. Oké, akkor mégis kihez írom ezt az ódát? Ezt a püspöknek szánjuk. Érdekes, valóban ő egy elég érzéki személy. Nos, kezdjük. Mg, 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 ehem, 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 Tessék, szerintem készen áll, persze semmi se tökéletes, de remélem, hogy nem is túl rossz. Nem, Wagner, ez tökéletes, te valóban tehetséges vagy. Ó, hagyd abba! Üdv, srácok közben. Na, és hát úgy néz ki, hogy most várni kell pár napot. És akkor a püspöknek majd el tudjuk szavalni ezt a hízelgős cuccot. Jó. Edem, gazda fia, Molnár. Boros flaska. Edem. Ki az az Edem? Egy nyugodt hangú, intelligens férfi. Edemet merre találom, srácok? Ő hol szokott lenni? Az helyzet, hogy nem emlékszem, és... Most ő a cél.
Á, megvan. Kereskedőtől balra. Köszi, köszi. Eden, több csodálatos vázát mutogat a kereskedőnek. A kereskedő alaposan megvizsgálja őket, összeráncolja a szemöldökét, megrázza a fejét, majd elmegy. Eden ajka megremeg. Gyorsan befut a házba, majd visszatér egy kis ronybabával, ami a kereskedőre hasonlít. Elővesz egy tűt, és kétségbe esetten szurkálni kezdi vele a babát. Az igen. Miket nem csinál ez az Eden? Tényleg tőle lehet venni a köcsögöket. Köszi szépen. Szia, Eden. Itt mindenkinek, srácok. Eden, válaszolnál egy apró kérdésre? Valaki azt állította, hogy pár nappal ezelőtt alkoholtól bűzlöttél és... Csik-csik-krush! Tetszik a hangja. Ó, hallani akarod, hogy az élet hogyan tört meg engem, és tett szánalmas részeggé? Én csak... Akkor hallgass meg a tragikus mesémet, ott születtem a... Oké, csak egy kérdés, van nálad boros faska? Nem, én cserépedényeket használok, én készítem őket. Köszönöm és viszlát. Szegény, meg se hallgattuk a meséjét. Krösh, csicsat! Krösh! Jó! Meg vagyunk ezzel. Molnár, és akkor Eden. Oké. Okay. Krösh, csicsat! Mi nem akar velünk beszélni? Gazdafia Molnár. Na, csicsat. A boros flaskával kapcsolatban. Tudom, hogy ostoba gondolat, fiam, de véletlenségben nem ittál bort. Tessék, ezt mégis honnét tudod? Oké, lehet mégsem volt ostobaság, kölcsönad-e... Mert oké, lehet mégsem volt ostobaság, kölcsönad-e a flaskádat? Nos, odaadom neked ezt a flaskát, de csak akkora megéred, hogy nem szólsz az apámnak. Rendben van. Barátom, kötelességemnek érzem szólni neked, hogy a fiad az bort iszik. Szagold meg ezt a flaskát, amit tőle kaptam. A fiam iszik, és bort? Megölöm. Mellesleg ez az én flaskám, és nem mondtam, hogy a tiéd lehet, ez öt ezüst lesz, kérlek. Ez gyors árulásba torkollott, igen, Kati. Csak a repúért. Tudtam, hogy repút fog adni, és ezért csináltunk ilyet. Jó, most elmondjuk neki, hogy ha sokat fizet, akkor mégsem mondjuk el. Nem, ilyet már nem lehet mondani neki. Az ősi boros flaska. Nos, ez kellett egyébként Gerinek. Itt mindenkinek, skacok. Tehát, lemegyünk a pincébe. Ez az. Összhírnév 13%. Izdézi, ha-ho. Itt lehet torkoskodni. Add el neki az ősi boros flaskát. Ó, még van benne némi bor. Nem is rossz. Ízletes, de nem elég. És most csak szépen ide betuszkoljuk. Emlékek a múltból. Itt volt az inkvizíció. Milyen csodálatos napunk van ma. Mióta vagy itt? Ez a második nap. Ola! Következő! Nagy Klotó papnő, egy szerény kéréssel fordulok az ősi istenhez. Én... Siess ember, sorbaállás van. A mi istenünk azt tanítja, hogy az ima által bármit elérhetsz, amit csak kívánsz. Szóval én semmi más nem csináltam 3 hónapon át, mint imádkoztam, és... Ó, ősi isten, könyörgök neked, miért beszélnek ezek ilyen sokat? Mesleg, eléggé kifogytunk az élelmiszerből. Te egy rendes ember vagy, barátom, az ősi isten megállt, Azonnal elájult! Shane, segíts rajtam! Klotó!
Jól vagyok, Bella. Az ősi isten látomást küldött nekem. Nővéreim, valami borzalmas közeleg. Elnézést, de mi a helyzet velem? Menj haza és egyél egy kis kenyeret, sót meg fekete kaviárt. Következő. Az igen, ő meg skippeli a sort. Elnézést, én csak egy egészen aprócska és parányi kérdést tennék fel. Az ősi isten tiltja a sor megkerülését. Torkolni meg trollkodni is lehet. Klotó? De hiszen Klotó a mocsárbéli őrült boszorkányunk. Az elmúlt 200 év jól elbánt a Vinganéval. De te mégis hogy vagy ebbe az egészben? Nos, még csak most kezdtük el. Itt az ideje tovább jutni. A következő egy ősi ajtózsanér. A földben van valahol a falu és Dig otthona között. Szóval menj és ásd ki. Úgy lesz, de nem kereshetek egyszerre több erekét? Mit is ne? A légionerei sussak az ott van a gazdaházában. Nos, az nehéz lesz. De ne add fel, az erekék sorrendjének használta kritikusan fontos. Hát az ősi borosfáska itt van nálunk. Amit ki is teszünk mindjárt. Mit szeretnél trollkodni, Miss Lazy? Nem, mindegy. Szerintem ez lesz az. Ősi ajtózsanér. Adták neki az ősi ajtó zsanért. Szia, leves teknős! Sajnálom. A zsanér nyírkos és mocskos. Ha! Az élő koponyák nem félnek holmi kis piszoktól. Egy újabb emlék a múltból. Oci, szia, csacsi! A hullát. Nyugodj békében, elpusztult barátunk. Zsasgarázs. Garázs. Az utad most az ősi hídon túl vezet a holtak földjére. Menjünk, osszuk szét az örökségét. Garázs. Az igen. Garázs, annyira idegesítő, mikor hétvégén halnak meg. Ott van Klotó. Klotó, micsoda meglepetés! Tehát kávét, egy kis borsos mézsört? Nem, egyszer is elég volt, Digus, az istenünk látomást küldött nekem. Tüzet láttam, vérbe mártott pengéket és hullát, ó, és az ősi portált. Katak sas. Egy látomás? Ó, én figyelmeztettelek volna, hogy a gombákkal való kísérletezésed az. Szükségem van a portál kulcsára, te jó madár, most azonnal. Sajnálom, az ősi isten megtiltotta, hogy bárkinek is odaadjam. Talán egy édes muffin is megteszi? Látomásom volt, Digus, azt akarja, hogy használjuk azt a portált. Ne kiabálj, Klotó. Nem tesz jót azoknak az embereknek, akik már elmúltak 1000 évesek. Figyelj, te nem félsz Horadriktól, az örökbefogadott fiattól? Attól tartok, hogy nem adhatom oda neked a kulcsokat. A portál kiszámíthatatlan és veszélyes. Neked egy agy helyett muffinod van, te védbolond! Borsos sört akartak kínálni. Emlékszem arra a helyre, ott ásott ki engem a gondok. Felesleges csontokat keresett a zombiainak. Felébredte, és semmire sem emlékeztem, de sört akartam. Gondok nevezett el engem Gerinek. Légionáros sisak. Az meg a gazda házában van. Mizus leves teknős. Lehet.
Szabad trollkodni. Az olyan, mint a szabad elosolni. Lehet. Na, elmegyünk a döglött lóba. És innen megnézzük, hogy be tudunk menni a gazdához. Valószínűleg amúgy nem, mert este van. De ezt majd ki kell próbálnunk. A kereskedőtől sejmet kell vennünk. Az igen, a gazda fia még este is dolgozik. A házzal való bemeléssel kapcsolatban. Ez kicsi furán hangozhat, de megnézhetnék valamit a házadon belül? A házamon belül megőrültél? Fogadok, hogy csak el akarsz valamit lopni. Nem, én csak a földművelésről akartam beszélni, kérlek. Én csak a profikkal beszélek a földművelésről. Termesz egy répát, ami akkora, mint egy farönk, akkor majd beengedlek. Egy farunk méretűt? Jesszus, valamilyen mágikus segítségre lesz szükségem. Tehát a répát is el kell venni, hogy farunk méretű legyen Klotónak. Jó, na hát akkor ezzel is megvagyunk, menekült tábor. No, hát a menekült tábor közben fullos lett. Nice. És kéne ide a lakósátor, sejem és bot. 4 bot. És sejem. 2 sejem. Hát, nem is tudom, leves teknős. Nem tudom, hogy mennyi idő lesz végigjátszani a játékot, de... Amennyi időt bele lehet csak nyomni, annyit belenyomok. És hogyha véletlenül meg kijátszok valahogy véletlenül, akkor annyi. De nagyon-nagyon tetszik, és nagyon-nagyon élvezem. Túl jó. Túl jó, túlságosan élvezem, mint a Stardew-t is annó. Hoppá, bocsi. Borsos mézsör. Majd meg kell egyszer kóstolni, hogy miért kínálták ilyennel. Ez most csak egy újabb sátor lesz. Csak egy újabb sátor. Oké, és... Mély kaptár az még mindig kellene nekik. Püspöknek, oké. És akkor én azt mondtam, hogy áskálódunk. Áskálódni szeretnénk. Igen, itt szeretnék áskálódni. Stílusra egyébként nem érzem olyan közelinek, mint a Stardew-t. De jó, nagyon jó. Szia, Ghostface. Nem emlékszem, hogy pontosan honnan van az arany, úgyhogy itt ezt most ütjük szénért cserében. De nem innen fog jönni. Jó, menjünk akkor haza. Még egy úcsó. És akkor a kereskedőhöz kell menni sejemért. Meg ugye a hullával kéne foglalkozni.
dobod be. Oké. Szenát is ide betesszük. Jó, gyorsan a kereskedőhöz. Mizus gazt vesz. Egy sós villát keresek. Azt pletykálják, hogy van egy sós villád. Elértem az életem azon pontjára, amikor egy sós villa mindaz, amire iszonyúan szükségem van. Ó, nos, ez a sós villa sokat jelent számomra. Ez volt az egyik azon dolgoknak, amiket a testvérebe találtunk. Ételt kerestük a város szemetei között, és akkor találtam ezt a villát. Azt hiszem, hogy a nagy robbanásból keletkezett. Nagyon szegény családból származom, és ettől a villától váltam azzal, aki vagyok. Órákon át bámultam azon tűnődve, hogy mire való. Úgy döntöttem, hogy utazni fogok, és válaszokat keresek. Szóval elhagytam a várost, felfedeztem, hogy a villa evésre való, és ezen kívül sok csodálatos dolgot tanultam meg. Tudod, néha azon töprengem, hogy vajon ettől a villától ízletesebbek-e a dolgok, haha. Most épp az életem új fázisának szélén állok, odaadhatom neked, de először meg kell bizonyosodnom arról, hogy méltó vagy az ajándékhoz. 100 ér adja nekünk. Ó. De hát akkor jó csillelés most, Gosszész. Szárjóban több dolog van bőven, viszont ennek a témája nagyon jó. A legelőször, mikor ezzel játszottam, egy 10 plusz órára beszippantott. Ja! Igen, igen, nagyon király a sztoria a játéknak. Ismerté kell tenni a céget. Oké, és sejem. Amúgy vegyünk aranyékszert, tehát hogy így... Amúgy azt hiszem 3 kell. Van pénz, srácok, van pénz! Van pénz, lóvéra! Adjad, mi ez, szőlőmag, arany? Adjad! Adjad a szőlőmagvat! Van pénz! Sutty! Zodiák, ha-hó, ha-hó. Mizúság? Mit csinál a streamer? Mit csinál, úristen? Hülyeségeket csinál. Egy égetésre. Szevasz! Na. 2-4. Te is mész majd akkor égetésre. Jó. Előtte azért kiveszem a cuccodat. Adjad. Megcentrifugáztuk. Sérült lélek? Oké. Okay. Betesszük. Meggyógyítjuk. Kész. Nem tudjuk felvenni, az probléma. Oké. Okay. Gyorsan bepakoljuk. Hopp. Jó. Jó. Na basszus, Zodiac. Az jó meló lehetett. 300 telefon szétszedése. Nekünk egy gyémánt. És megpróbálunk acélkardot csinálni. Itt van.
Jó. Szuper. Ez kell a kígyónak. Kíváncsi vagyok egy dologra. Nagyon kíváncsi. Hogy mégis a damaszkuszi kard megkutatása mennyire fájdalmas. Mármint, hogy mennyire jó nekem. Na. 10 hitbe kerül, és 10 tudományba. Akkor ez iszonyatosan jó lesz. Figyeljétek majd a piros számot. Most tartunk 860-nál. Ó, igen. Ó, igen, 150-et adott. Ezt kell majd odaadni a kágyónak. Itt is jön. Na, tök jó. Szevasz, kágyó. Elfoglalt vagy? Hát én meg pont hozzád jöttem. Milyen érdekes? Kell gyors küldetések, srácok. De meddig ide ér, én meg idehozom a teámat. Nézd a jó oldalát, Zodiac. Jövő héten már nem kell ilyet csinálnod. Hát igen, meg kell várni, amíg elfoglalja a helyét. A damaszkuszi kard. Ez egy remek kard, és az időzítésed tökéletes. Csak viccelek, egy ideje már követlek téged. És igen, tudom, hogy nálad van a kard. Ők a követőim, azért gyűltek össze, hogy lássák az erőmet. Ez valódi vér? Ez a helyi ijesztőnek tűnik? Nem tudom, hogy ez mennyire volt jó ötlet. Igen, azt hiszem, igazad van. Szóval meg kell ölnöm téged ezzel a karddal, és aztán ismét feltámadhatsz. Wow, ezt hogy csinálhattak? Kígyó, biztos annyira erős, bevágyoznunk kellene őt. Blabla. Nem értek egyet. Bú. Nézzétek az erőmet, élet felett, halál felett. Ezek nekem csupán szavak. Kövessetek és legyetek hallhatatlanok. Megölt, majd... Boxoltam egyet és meghaltam. Vissza kell térnem a kígyóhoz. Csúfot űznek abból, hogy fel tudok támadni. Legalábbis a kígyó. És ezért hazudtak nektek. De én sose hazudnék. A sötét rituália után elkezdődhet a dicsőséges hódításunk. Ott is van? Életben van. Hallhatatlan. Nézzétek, az első tanítványom. Most menjetek haza és várjátok a parancsomat. És most game over. Ja, az durva lenne. Az életem többé nem lesz ugyanaz. Hely, kígyó! Mi mindig kell templomba járnunk? Annyira tetszett, ahogy azt a haláli jelenetet megoldottad. Annyira drámai volt. Végeztünk? Persze, csak az utómunkálatokra kell készülnöm, de én vagyok a te embered. Jó. Ennyi. Megcsináltuk az eventjét. Oké. Megvagyunk. Jó.
Akkor meg vagyunk ezzel. El kell tennünk a hitet, meg egy-két dolgot. Jó. Oda nézzetek, 12 darab pia. Jó. Mert a vörös bor. Igen, hát én az Inquisitornak is dolgozok, meg azoknak is, akik menekülnek előlük. Én mindenhol ott vagyok. Ezt ide akarjuk tenni. Így van, én csak a pecsenyémet sütögetem. A saját magamét. Jó. Történetek ide be. Ajaj, túl sok mindent raktunk át. Jó. Na! Mivel nem léptem egyről a kettőre a trágyákkal. Na! Ezért most felnyitom Vikit, Viktóriát. Ha már a Graveyard Keepernél vagyunk, szerintem nem ciki. Voncoltunk már másokat is. Egy dolgot nem próbáltunk ki a trágyázással kapcsolatban. Azt, hogyha én most ezt itt felszedem, és el akarom ültetni, akkor lehet használni a minőségi trágyát. Igen. És mondjuk belerakunk ezüstök magot. Aztán itt is használjuk a minőségi trágyát, és beleteszünk ezüstök magot. Ezt mondtad, hallotta édesanyám konyhába, és bejött, hogy milyen műsort nézek, hogy élőbe boncolnak. Na, tehát erre gondoltam, hogy hogy ilyeneket csinálhatnék. Olyat játszunk még, hogy ide teszünk bronztök magot, tehát hogy így ezt is kipróbáljuk. Kell csinálni répa. Tehát répát is elvár tőlem a farmer. Akkor ide jöhetne répa. Nem tudom, hogy van-e répa magunk, de szerintem van. Van. Na nézzük. Azt most ennyi. Üres magányra, üres magányt olvastam. Jó. Jó. Na. Szőlőmagot nem ide tesszük be.
Na, a tőzek helyett most már mást használunk. Ez egy előrelépés. Ez egy nagy előrelépés. Hát amúgy... egy stacknyi... érget kiszedünk. Igazából kivehetnék több stacknyit is, mert hogy férget ad használatban. Mármint, hogy az energiát ad. Ja, tehát, hogy berakjuk, bebindoljuk oda. Ja, sokat kell belőle lenni, de hát azért van, nem? Na, tehát káposztamag és káposztam. Milyen jó, hogy növényi hulladék is jött velem. Ó, már jön a csacsi. A lehető leggyorsabban ezt elintézzük. Ó, igen. Ó, igen. Srácok, közületek. Valaki kihasználta a Star Wars hetet, vagy nem tudom mi van a Lego.com-on? Megjött a hullánk. Kiszedjük a zsírt, kiszedjük a vért, és megnézzük még, hogy mit kéne kiszedni. Nem? Pedig menő cuccok vannak. Állítólag. Ajaj, ajaj, puha. Gyorsan berakjuk. Só. Na nézd meg, a bűntöredék jött hozzám. Csinálunk még itt helyet, gyorsan. Akkor mindegy. Pixelien? Na, mondom, nem? Előtte nyilván rosszul mondtam. Igen, itt nincs csont, tehát, hogy kell helyet csinálni. Istog, ha-ho! Hello! Külön magyarosítás van a játékhoz? Van benne? Van a játékban? Ja. Dráklász, az a helyzet, hogy alapból nincs a játékban magyarítás, ezt külön kellett eltenned. Én a magyarítások.hu-ról szedtem le. Ja, megértettem, hogy mit akarsz igazából. Oké. Okay. A hulla ott maradt bennem. Mizu Istom. És ezzel megleszünk, simán. Memória tinktúra. Na, azt nézzük meg, hogy azzal mit lehetne csinálni. Hát, hogyha Istog ide befogná a csetre, még azt is értenénk.
Itt nem néztünk szerintem annyira szét, de szétnéztünk. Úgy döntöttél, hogy nem lesz több 12 óra? Na, hogyhogy. Jól megy, csak így döntögetsz ilyeneket. Amúgy meg. Ilyen tartósító, olyan tartósító, injekció, akármi. Tanulmányozó asztal. Tehát... memóriapor. Pillanat. Na. Tehát. Arany és ezüst por kell nekünk. Van-e olyanunk? Hát amúgy nyilván nincsen. De azt kell csinálnunk. Arany és ezüst port. Oké, akkor ez azt jelenti, hogy húzzunk haza, de gyorsan. Nem ér annyit a 12 órázás? Nem is értem, miért mondasz ilyet, Isten. Oda a püspökhöz. Basszus, maradt nálam kettő csont. Szia, Vili! Ezüstöt lehetne csinálni. Oké, és a kéntet ide berakjuk. Hát akkor így több időd vesz lósztárkozni, nem igaz? Most olyan nap van, hogy az Inquisitor napja. 14-16 óra, azt hogy bírtad, Dreklász? Ez komoly. Igen, elmegyünk amúgy aludni. Két év után rutinná válik? Szóval valahonnan szereznem kell ez is. Hoppácska! Végre! Mindig közölnöd kell, hogy mennyire vagy felfrissülve? Mit művelsz itt? Nagy problémánk van. Egy ismert vámpírvadász tart a temetőt felé, és meg akar ölni engem, és valószínűleg le akarja majd égetni a templomodat is. Mit akar tőled egy vámpírvadász? Úgy tűnik, kissé eltúloztam az élet és halál feletti erőm bemutatását, és kiderült, hogy az egyik szektársa mostoba és beszédes. Olyan nehéz jó segítséget találni manapság. És mihez fogom most kezdeni? Csapdát kell állítanunk a boszorkány dob közelébe a templom felé vezető úton. Úgy teszünk, mint a baleset lenne. Már készültem figyelem eltereléssel a város bordélyházánál. Szóval van egy kis időnk, de nem túl sok. Várni fogok rád a boszorkányi dobbon túl az út mentén. Hogy megy a biznisz? Jól. Jól, bár most egy csomó pénzt költöttem el. Okkal kicsit megpörgessem a küldetéseket, hogy legyen damaszkuszi menő kardom például. Úgyhogy jól haladunk. Pörgetjük a küldiket, ahogy csak lehet. Szia, Dominikus! Végre, hoztál fadeszkát? Miért kellett volna hoznom?
Mert megkértelek rá. Nem, nem kértél. Oké, mindegy, csak hozz egyet, siess. Tehát egy fadeszka kell neki. Ja, ott kukucskálak, így jó. Hát, igazából, hogyha... Ha nincs más elfoglaltságotok, akkor... Akár megérős lehet az, hogy... Melóztok. De hát Istok inkább Lost Ark-ozik, mint hogy keresni a Big Money-t. Remek, minden készen áll. Szerencsét, hogy nincs még itt, csak várjunk. Meddig kell még várnunk? Még egy kicsit. Eltelik még egy nap. Biztos, hogy ilyen? Igen, csak türelmesnek kell lennünk. Egy ember se tud ennyi időt tölteni egy bordélyházba. Nos, talán mert ő nem... Nagyon elfáradtam, és ennem kell valamit. Sok dolog forró kockán, csak maradj nyugton. Ez már a negyedik nap? Már jön is, készülj fel! Az úgy néz ki, mint Geralt, azt nézzétek! Szeretem a melléküldetéseket, csak bemegyek, aztán kijövök! Nyomod! Édes Istenem! Ha, gyerekjáték! Nagyvadász, ha, legyőzhetetlen harcos, ha! Milyen rendes tőle, hogy elhozta a medalionját? Most eljuthatunk a kazamat a legmélyebb részébe. Mi legyen most? Szabadulj meg a testtől és tisztítsd meg az utat. Találkozunk a kazamat a bejáratának közelébe. Van egy utolsó feladatom számodra. Remek... Remek csapat vagyunk. Mindegy, bug is beficcent. Mi volt a bug? Vadász medallion. Rip vaják. Átment a szamára sziklán? Nem is figyeltem. Ezért nem Geralt a negyedik rész főszereplője. Ja, hát igen, ezért kellett kitalálni a Cyberpunkon. Aha, szóval ez egy ilyen hulla. Üdv mindenkinek, srácok. Na hát, jaj, a csont, na mindegy, azt majd visszarakjuk. 6-4. Maradt a 6-4 a csonttal, tök mindegy. Visszarakjuk, azért én rendes vagyok. Szóval 6-4. Oké. Bőr. Ez valószínűleg rossz lesz neki. 7-3, már gondoltam, hogy rossz lesz neki. Kivesszük az agyát. Amúgy elégetjük, csá. Ez egy vajákos hulla. Jó helyen lesz ott. Nem itt tudsz. Ja, azt tudja, hogy akár még jó is lehet. Mondjuk nem lesz jó. Megnézzük. Kiszedjük a zsírját. Kiszedjük a vérét. Azt meg kell csinálni, hogy 0-6-os legyen. Hagy. Az agyat jó lenne visszarakni bele, de hát nincs helyünk. A férget amúgy beletenném. Ah, tökélet. Mondjuk ez több idő. Nem baj, belerakjuk. Belerak. Ez. Na.
Hát a hullaéget, és már látjátok, ilyen menő hullaégetőn van. Jó, és akkor itt van nálunk egy csomó dolog, amit ki kéne pakolni. Vadász medallion. Szuper. El akartam menni bányászni, csak megzavartak minket. Az arany kell nekem. Igazából le is lehetne menni a dungeonbe. Úgyis oda várnak minket. Hát, én most azt mondom nektek, hogy ezeket a dolgokat mi szépen ide kirakjuk. Jó, azt a történetet nem. Így. Mi valahogy így. Reméljük, hogy nem viszi el senki. Hú, nagyon jó. 18-25 történet. Asztrológussal? Hát az asztrológussal lehet, hogy jó lenne majd dumálni. Annyira király egyébként a dungeon muzsika. Az ott mi? Ja, hogy csak sárgán nézett ki. Hát amúgy kell a fenének a fém hulladék. Nyers fadeszka se kell. Ezek ilyen haszontalan dolognak tűnnek. Le akart köpni. Búzamag. Sima búzamag. Nincsen HP poti. Ott a HP poti, látjátok, csak ki kellett mondanom, hogy nincsen, már is van. Nem fogom tudni felvenni. Hát ezek a sima magvak, ezek nem hasznosak. Remélem, hogy semmi fontosat nem dobok ki itt a nagy törlésbe. Nyomja. Apó. Köcsögök. Oszpar is jöhet. Végzünk ezzel a szinttel, akkor megyünk az asztrológushoz.
Vampire Survivors nyomtad be is? Helyes, jó cucc. Jó cucc, Dráklász. Örülök, hogy sokatoknak bejött. Á, én szerencsére nem tudtam túlzottan ráfogni, mert korán rájöttem, hogy nekem kevés a content ahhoz. Igen, amúgy ez érződhet is, nem hülyesség, amit érzel, hogy vannak itemek, amik csak úgy ott vannak, de úgy nem olyan hasznosak. Hát ugye a legtöbb, aminél nincsen evolve. Na, és most ki. És akkor gyorsan asztrológus. Hát igen, a hagyma az meg nagyon jó kezdő item. Szerintem a játék eleje a hagymával tök jó. Beszélj neki Miss Charmról. Most megemlítettem neki, hogy talán tudom, hogy ki lehet az apja. Hogy reagált rá? Mondjuk úgy, hogy nem volt túlságosan elragadtatva. Azt mondta, hogy sose próbáltad megkeresni őt. Elhagytad az anyját. Ez mindig az. Mégis talán valahogy elnyerhetem a bocsánatát. Ha rájövök valamire, akkor te leszel az első, akivel tudatom. Ó, köszönöm, fiatal ember, olyan kedves vagy. Fogd a számítást. És a vezető három részével kapcsolatban. Azt ígérted, mondasz valamit a keresett tárgyakkal kapcsolatban. Azt hiszem, láttam egy véres zafírral rendelkező nyakláncot. Esmeraldának van egy. A földön talált rá a nagy robbanás utáni reggelen. Azt hiszem, a lányának adta. Talán. Rengeteg kő és egy dolog szóródott szét a Boszorkányhegyen a robbanás után. Sok volt akkor a tűz és a pusztítás. A barátomat, a temetőgondokot nem láttam azóta, az este óta. De akárcsak Esmeralda, én is találtam valami furát. Egy mérőeszközt. Egy régészeti ásatási helyen. Azt hiszem, az lesz az aranyszögmérőd. És hol van most? A hegyi erődnél lévő táborba hagytam. A többi holbimmal együtt elég gyorsan elhagytuk a tábort. Úgy hiszem, továbbra is ott kell lennie. Kétlem, hogy bárki elég arcátlan volna ahhoz, hogy megtörje a királyi egyetem pecsétjét. 60-as lett a repu. Ja. Hoppácska. Azt mondja, hogy bronz történet, kuka. Számítási papírok. Na, ez nagyon zsíra számítási papírok. Csinálhatjuk a malmot. Én a cica, a laurel, shield, fagyasztó, virágcsont, ilyenek, az a baj, hogy nincs evolve-ja, így sajnos haszontalan, de ha jönnek hozzá, evolve-ak lehetnek, jó? Például a hagyma a virággal nekem nagyon tetszett az elején, mert hogy nem tudtak megsebezni, és mégis közben damoltam az elején egy csomót. Ugye nekem tetszett, de csak az elején. Határozottan. Az árkánákat amúgy én nem érzem olyan erősnek, mármint azokat leszámítva, amik így 50 és 200% között mozgatják a speedet, meg a durationt. Az a helyzet. Tehát ezek majd úgyis akkor jönnek ki, hogyha majd több item lesz a játékban. De a híleset se éreztem amúgy olyan erősnek. Meg kell néznem gyorsan, hogy hogy mi kell a malomhoz. Én kipróbáltam a híles árkenát. De tényleg, ó, bocsi.
nem éreztem erősnek. Hogy a lehető legtöbb minden hagymát vittem hozzá, azt az ostort, meg a pukizós virágot, és így... nem. Jaj, itt vegyet is tudok, majd. Szóval direkt olyan bildet raktam össze, ami így jó a... Pillanat. Ami jó ahhoz az Arcanához, és így nem. Sajna nem. Nem adtam. Pukizós virág és jó értványat, igen. Na. Hát csak a Vampire Survivors, ugye. Dömil. Ó, bekevítottad. Ha akarod, itt ingyen őrölheted a búzádat. Remélem ez segít nekem megszerezni Alisa papírjait. Mat. Matka. Jó, várjál még egy picit. Köszi, hello! Úgy hallottam, megjavultam a lomez, jót tesz az üzletnek. És Alisa valóban menni akar, szeretem a lányomat. A legjobbat akarom neki, szóval mehet. Micsoda remek ember! Aha, tehát 40-es repu kell ahhoz, hogy be tudjunk menni hozzá. Ja, tudunk innen valamit venni? Nem veszünk mást. Azt mondja, hogy Alisa papírjai ahhoz kell nekünk, hogy... Igen, asztrológus, igen, kígyó rituálé. Miss Charm. Oké, tehát Miss Charmnak kell ezt odaadni ezt az Alisa papírjait. Jó. Hát akkor megyünk haza és lefekszünk. Yes! Még egy küldi. Annyira felfrissültem. Mondd el a karakter. Ha, tehát, hogy még kéne hozni vizet. Itt most ipa készül. Szigorúan ipa. Megtartjuk a misét, aztán elmegyünk ásni. Meg a püspökkel beszélünk. Meg van egy hulla a alottas házamban. Ó! Jó, akkor mise. Addig tudok közben inni teát. Igen, a misára jó, hogy közben tudjak inni. Hidratálásra jó.
Nagyon jó. Nagyon jó a donét, nagyon jó. Tehát bűn töredéket kell hozni. Sajó kápolna. Azt hittem, Karez. Gyere! Megtisztítunk téged egy kicsit. Köszi. Megríkatjuk a papot. Hoppácska. Na mindegy, majd elégetjük azt a hullát. Ő felsége? Igen, gondok. Azon tűnődtem, mikor mutatta ki utoljára... Mikor mutatták ki utoljára úgy teljesen az emberek az irántad érzett hálájukat? Hogy őszinte legyek, nem történik olyan gyakran, mint szeretném. Nos, talán egyszer-kétszer egy héten, de miért kérdezed? Van nálam pár sor, amit csak neked írtak. Felolvashatnám neked? Ó, ez érdekesen hangzik, mégis mi állhat benne? Persze, hogy felolvashatod. Ó, áldott és hatalmas fenség. Magasabb, mint bárki lehetne. Túláradó szépség és kedvesség. Mindenkit legyűgöz őkelme. Bárhová is lépsz, a homály, egy világnyit repül szanaszét. Bármikor is beszélsz, a tudás repül tőled szerteszét. Mi csodálatos szavak, gondok, úgy tűnik, te valóban az igazi énemet látod. És ez azt jelenti, hogy Isten útját járod. És achievement. Jó. Oké. És megkaptuk egyébként, itt van büszkeséggel töltött töredék. Gyorsan egy hullaégetés. Ha már elfelejtettem. Készen áll az első töredék. Eurik, feltöltöttem ezt a töredéket. Remek, menjünk át, alig várom az első procedúrát. Nos, készen állsz? Igen, bár egy kicsit feszült vagyok. Oké, akkor kezdjük. Hogy érzed magad? Minden rendben van? Azt hiszem, rendben vagyok. Kisé szédelgek és bizsergek. Ilyennem kell egy kicsit. Eurik, emlékszel arra, hogy mit ígértél oda nekem? Igen, emlékszem. Tessék a tiéd. Úgy tűnik, megváltozott a térképem. Nyert ki a lelket a testekből, így nem fognak elsorvadni ebben a halandó világban. Gyógyíts ki a lelkeket a bűnből jó minőségű szervek segítségével. Küldd haza a lelkeket, ahová tartoznak, így hálapontokat szerzel. A hálapontokat különböző barkácsolós helyeken használhatod, de előbb építs lélekfogadókat ezen zónákban. Áhá! Építs munkaasztalokat a lélek szobában megnövelt hálak... Micsoda? Építs munkaasztalokat a lélek szobában, hogy megnöveld a hálakapacitást. Aha! Aha!
Világ, srácok. Értem. Tehát, hogy távolról tudom használni. A mindenséget is. Aha! Köszi, köszi. Wow! Na ez mondjuk elég király. Ja, ja, ja. Ez nice. Már értem, hogy ennek mi az értelme. Wow. Hát ez nagyon király. Na, Eurikot meg kell látogatnunk másnap. Ez nagyon király, srácok. Ezzel a DLC-vel megkaptuk azt is, hogy távolról tudunk craftolni. Cool. Ez elég cool. Azt nézem, hogy ja, méhekkel kéne majd foglalkozni. Szia, Fajan Chopin! Okés, okés. Mi sármal kell majd dumálni. Jó. Meg kéne nézni, hogy mi újság a tökeimmel. Amúgy ezt a bűntöredéket kirakjuk ide. Oksi. Óhó, na nézzük. Óhó, very big! Aranytök mag és aranytök. Very big. Aranyrépa, please. Nem fog kiderülni. Répa mag. Nézzek, somó felesleges dolog itt most foglalja be. Hogy ezt betesszük, meg ezt is. Na, az aranyrépa az nem lett jó. Na, az... A... Hát akkor ezt nem tudom. Hogy lesz aranyrépánk, srácok? Nyugodtan válaszolattok a kérdésre. Amúgy nem is ide akartam ezeket berakni. Nekem jobban tetszene Kulersz, ha egy cica nyalakodna. Ezeknek itt a helye, oké. Okay. Aranyrépa? Csak azért, mert ha jól emlékszem, Klotónak répát kell vinni.
De akkor elég lenne neki egy sima répa is? Mindjárt megnézzük. Nézhet neki egy sima répát. A répának nincsenek szintjei? Képzeld el, mennyi hullát hozna a szamár. Minőségi hullákat hozna. Hoppácska, az mellé ment. Akkor a szamár már vonattal hozná a répát, az a helyzet. Jó, na nézzük meg így. Oké. És akkor mi sármal is majd dumálni kell. Olyan hullát hozna neked, hogy még élne. Tényleg, addig a méheket szerezzünk. Mondjuk így nem kerülök közelebb Lotóhoz, azzal, hogy erre eljövök. Három méz. És nincs sérülés. Ez meg négy méz. Ja, sokáig alszik Lotó. Na, hát egy méhecske. Na, itt elmegyünk a szélén. Jó, és akkor nézzük. Király lenne, hogyha jó lenne neki ez a répa. Na, tehát a répa megnövesztésével kapcsolatban. Kedves Klotó, nem segítenél megnöveszteni valamit? Tira! Tira! Ha, minden héten persze segíthetek megnöveszteni a mi csodádat? Nem, félreértesz, azt akarom, hogy nevezd meg a répámat. Elég viccesen fejezed ki magad. Nem, azt akarom, hogy egy igazi répát nevezd meg farönk méretűre. Ó, azt még könnyebb, de cserébe akarok egy randit. Egy randit? Nézd, én tele vagyok hibákkal továbbá. Ne is veled, édeském, bár te is elég cuki vagy. Én arra a kedves mérőkre, Korira gondoltam. Oké, megpróbálom megszervezni a randidat. Oké, tehát... Kori. Bűvölj el egy tököt. Lotó, elbűvölni egy tököt? Ugye, úgy értem, hogy át tudnád változtatni egy lenyűgöző és luxus szekérre? Ó, fiacskám, a szívügyeiben annyira járatlan vagyok, hogy az megható, de hallgass meg a vénasszony tanácsát. Valóban azt hiszed, hogy egy modern fiatalasszony le tudsz venni a lábáról holmi szekérre? Várjunk, Lotó. Nem az enyém lesz, és én nem akarok senkit se leven... Fiam, a modernök sokkal kifundabult dolgokra vágynak a szekereknél. Milyen borzasztó időket élünk, nincs erkölcsi tisztesség. A modern nőknek más kell, szeretett törődés, fenntartás, ragaszkodás, el tudod képzelni? Igen, borzalmas. A civilizáció bukása. Attól még azt akarom, hogy tedd meg. Csak 50 ezüst lesz. Egyértelműen ezzel a kérdéssel kellett volna kezdenem. Tira! Tira! Tessék. Varázstök, megkaptuk. Most elmegyünk Korihoz. Meg Miss Charmhoz is. Voila! Croissant! Voila! Croissant!
Megszereztem Alisa papírjait. Itt a papírmunka, elmehet veled a koncertre. Csodálatos, már csak plusz 2 év az mindent könnyebbé tehet. Elég felületes a helyesbítés, elég egyértelmű, hogy valaki átírta a számot. Most egy arisztokratára van szükségem, aki ellenjegyzi a papírokat, de akárkit nem akarok megkérni rá. A rossz pletyka akár a hírnevem halálát is jelentheti, de talán tudsz arisztokrata papírokat szerezni. Croissant? Akkor csak a te aláírásodra lenne szükségem. Wow, elég illegálisnak tűnik. És még te beszélsz, fogadok, te sok illegális dolgot művelsz a temetődbe. Mellesleg nem mit, hogyha elfelejteném meghalálni neked, édesem. Nem tetszik ez nekem, de úgy hiszem a cél szentesíti az eszközt. Hát arisztokrata papír. Na hát az van otthon, mármint a temetőnél. Croissant. Most kevés volt a croissant. Hoppácska. Hosszú sor állt itt. Cory, Adam, Molnár, kereskedő és még 5 másik. Mind elegánsan öltöztek virágokkal és ajándékokkal. Ó, azért jöttek, hogy udvaroljanak Rose-nak. Megjelenik a pásztor, mindenkit félrelök. Rose-t a karjai közé veszi, ajkón csókolja, végül elveszi őt. Aztán. Hát ez fantasztikus. Ami a Klotóval való randit illeti. Cory, nem akarsz randizni egy csodálatos szépséggel? Persze, hogy ne ítélj el, a korom alapján még mindig erős és jóképű vagyok. Itt van a bökkenő. Csak szépség volt, mármint nagyon régen. Klotóról van szó. Wow, bocsánat, de az űrült vénasszonyok nem tartoznak az ízlésvilágomba. Nos, ez nagy kell, de nem okolhatom, értem. Talán a testvére Tress tudja, hogy hogyan lehetne Coryt rávenni. Nem kellett sok szinkrohangot felvenni. Ja. Legalább nem kellett, Baráska, igen. Tress a tűz mellett aludt. Körülötte több száz origami papír nyúl volt. Ez nemrég történt. Tress már öreg volt. Cory és pár városi férfi messziről figyelik őt. A férfi orvosnak tűnik. Az orvos elmegy. Cory gyorsan odafut Tresshez, összegyűjti a nyulakat, majd bedobja őket a tűzbe. Tress felébred, üvölt és megégeti a kezét, mert megpróbálja megmenteni a nyulakat a tűztől. Hát ez nagyon jó volt. Jó látni téged, van valami fontos. Tress, hogyan érhetném el azt, hogy Cory olyat tegyen, amit nem akar? Tudod, mire tanított engem Cory? A jó tanács pénzbe kerül. 10 ezüst. Remek, Cory oda van a jövedelmező ajándékokért. Ezt a hasznodra fordíthatod. Milyen páratlan tulajdonság. Mondj Corynak egy jövedelmező ajánlatot. Amúgy haza kéne mennem. Megnézni, hogy az arisztokrata papírok mennyibe mennek. Még a csacsinak oda kéne adni a varázstököt. Tizenkettő arany. Hát persze. Mi vagyok én, milliómos? Kettő gold, és tudjuk folytatni Mischamnak a küldét.
Hát akkor megettem a répát. Persze valószínűleg amúgy kár volt. Egy répa. És akkor jövedelmező ajánlat kell majd Korinak. Ugye megyünk tovább, srácok. Oké, még itt van. Kori, mit gondolsz egy jövedelmező ajánlatról? Én nem gondolkodok rajtuk, hanem létrehozom őket. Van egy jó ötleted? Igen, egész monopólium a mi első osztályú mágikus italok eladására épül először is. Fantasztikus, te is mondj többet és nevezd meg a beszállítót. Klotó, a mocsárban lévő boszorkány. Azonnal találkoznom kell vele, menj és szervezd meg! Oké. Közöld Klotóval, hogy elintézted a randit. Oké. Hát akkor mehetünk haza. És el kell tenni a hitet, meg ilyenek. Eltesszük először a mézet, srácok. Jön a csacsi. Ennyi. Azt se tudom már mit akartam. Hát a Miss Sármos küldetés... majd megy tovább, ha lesz a méz. Ja, azt elraktam a mézet. Na, megkaptuk az új feladatot. Szerezd meg a jegyzetet aznap, amikor a Summer megérkezik, hogyha jól olvastam. Így van. Jó. Tehát, asztrológus megy tovább, hogyha Michel megbocsájt. Ha Michelnek meg kell az arisztokrata papír a 12 goldnál. Okés. Summernak jegyzet, Theodornak meg sátor. Nekem meg el kéne mennem aranyat ásni. Szerezni. Jó. Arany. Ja, akkor a történetet lerakjuk, és akkor elmegyünk gyorsan aranyér. Aranyér XD. Aztán Klotó. A répával. Jó. Hát... menjünk aludni. És akkor Klotó, és akkor aztán utána
a bányászás meg ilyenek, az, az annyira nem fontos. Már kéne nyilván az aranypor, és akkor a vámpir állkapocsal is lehetne haladni. Tényleg, piával mi újság? Ezer éve foglalkoztunk azzal is. Jó, még a tőzeget elrakjuk. Meg ezt a vasat is a helyére rakjuk. Jön közben a csacsi. Igazából, hogyha leszületelem most itt a bogyót, akkor az jó lesz majd a bányászásnál. Ne! Az a... Ne! Hogy ment oda az a... Ne. Na! Vedd át a jegyzetet! Három forradalmi üzenet. Földet a szamaraknak, gyárakat, szintén a szamaraknak. Első. A szamarak beváltották a harci felszerelésüket a sörényükbe való rózsaszín masnikra. Most már nem csak úgy viselkednek, mint az idióták, de úgy is néznek ki. Második. Mikor a szekér ökké változott, a királyi állatorvos elveszítette a cipéjét. Azt egy fiatal és gazdag özvegy megtalálta. Cipóját? Ma összeházasodtak és boldogan akarnak élni, míg meg nem halnak. Mindezek ellenére túljutott el a szapávébíz jóváhagyásának harmadik szintjén. Végre készen állunk a forradalomra. De először szükségünk van fehér és fekete festéges kannákra. Ezzel fogjuk befesteni a szőrünket. Mindenki azt hiszi majd rólunk, hogy zebrák vagyunk, és senkinek se tűnik fel, hogy valójában szamarak. Plusz a patkány szövetségeseink arra kértek, hogy kértek téged, hogy készíts nekik hihetetlen erejű zselét, ettől nagyok és erősek lesznek, jól értenek a harcművészetekhez és megkedvelik a teknősöket. Végül szükség van egy zászlóra, egy forradalom zászló nélkül olyan, mint egy temető gondok szakáll nélkül. Emeljük hát fel farkunkat. Remélem, hogy Szamár békén fog hagyni a forradalmuk után. Bár egyértelműen nem fogom elutasítani a forradalmárok által ellopott jóságok rám eső részét. Oké, két fehér és fekete festék. Oké, tehát hogy most jó sok mindent kér tőlünk a Szamár, de először megyünk Klotóhoz. Megnéveszteni a répánkat. Emeljük fel hát farkunkat. Igen. De ebben ellenére ebbe a Szamár forradalomban? Nincs tudom. Ilyen jelmódlattal biztos, mi? Na. Ami a Korival való randait életi. Kori örömmel fogadta a meghívásomat, ugye? Igen, nagyon izgatott volt. Szeretné tudni, hogy hol és mikor találkozhattok. Ó, csodálatos, hol van a réped? Akkor erre növeztem, mint egy szélmalom. Köszönöm, de egy farönknyi méret elég lesz. Tíra, tíra! Na, és akkor most mehetünk a farmhoz, farmra, igen. Tíra, tíra! Kert függően milyen lábbal kelek. Ja, néha forradalmár lábbal, néha meg... Milyen lábbal? Mi a másik lábad is tudom. Na haló! Na várjál! Hát most hol a hatalmas répám, srácok? Ott hagytam.
Ott hagytam izék Lotónál, vagy most mi történt? Köszönöm, Rombola, igen, akkor ott hagytam. Jaj. Köszi, köszi, srácok. Mindjárt megveszek, srácok. Szapán babies. Ott van. Jézusom, hát ez very big. Hát akkor azért hagytam itt, mert ez nem fér. Ez akkor, hogy nem fér el. Ez nem fér el a zsebembe. Ezt meglátna a csacsi. Hát... ott vége lenne a forradalomnak. Akkor ott bizony nagyon felemelnék a farkukat. Akár egyszer bemegyek melózni, taknyos leszek. Ez a munka undoritus állítólag. Igen, igen, Kempisama, ez very big. Pam 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 pam. Na tessék! Tessék! Láttál már ehhez hasonló répát? Ezt nevezed nagy répának. Ha, én sokkal nagyobbra növeztem meg az enyémet még fiatal... Én sokkal nagyobbra növesztettem meg az enyémet még fiatalabb koromban. Aha. Rendbe, kerülj beljebb. Tehát a gazdának sokkal nagyobb volt a répája fiatal korában. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Vicces. Vicces a gazda. Na nekem a Leonidas sisakja kell. Hol a gazda Leonidas sisakja? Oh, hello. Oh, ho, ho. Ott van. A légionárus, arra gondoltam persze. Lassú anyagcsere. Hagyma mag. Többit most itt hagyjuk. Már van itt valami arany? Nincs. Jó, még ezeket elhozzuk. Sültök. Szapávé bíz. Jó, ennyi. Kösz, kirámoltuk. Na, és akkor most... elmehetünk a beszélő koponyába. Még van nála pia, jól van. Add át a legionárius sisakot. Hurrá, megcsináltad. Szerintem te vagy az első ember, akit a gazda valaha is beengedett. Előlévők, mehet! Basszány, mehet! Remek ez volt. Horadrik, mi a helyzet veled? Basszány, mehet! Nem is tudom, jövő. Ez az eset valami bűzlik. Azok az éjjeli edények bűzlenek, amiket a papok miatt ürítettünk ki, ember. Nem szégyeled magad? Te egy kemény harcos vagy. De úgy állsz itt, mint egy szobor, és elűzöd a papnő részeg rajongóit. Pontosan, már el is felejtettem, hogy hova rakjam a sisakomat. De ez az ősi isten akarata, ahol jobb-e?
Direkt jobban. Akkor hadd ürítse ki maga az ősi isten a papok éjjeli edényét. Nincs rá szükségünk addig. Mi magunk is megszerezhetjük az élelmiszerünket és vízünket. Igaza van, Lucius? Persze, és én akarom kiválasztani a nőmet. Láttad már azt a tehenet, amit ő választott nekem? Amúgy se fog összejönni a dolog. Digus sose fogja odaadni nekünk a portál kulcsait. Igaz, ezért csak el kell lopnod tőlem. Ellopni az atyámtól. Kresz volt, mégis hogyan? Ő csupán a nevelő apád, szóval... Oké, majd mindent nélküled csinálunk meg. Azt ígérted Chainnek, hogy együtt lesztek, és... Én, de... Oké. Jó, te győztél, benne vagyok. Megállj! Hátul lévők, mehet! Jobb szárny, mehet! Értem. Értem. Nézd, az Jove, ő egy menő fickó. Tudja, hogy mit akar. Nem úgy, mint ezek a balfékek. Nem kedvelem őt. Mellesleg ezúttal se láttalak téged. Jove haja nagyon menő. Szerinted tudunk szerezni egy parókát és némi ragasztót? Én kopaszon jobban kedvelek, folytassuk. A következő dolog, az pár ősi tolvajkulcs. Wow, ez a Molnáré, micsoda csavar! Nos, ez kicsi váratlan. És szükségünk lesz egy pap medalionjára. És az öreg Dig segíthet nekünk, Dig? Valami más? Oké, Kresswoldnál van az erekje. A legionárus tör. Vedd el a legionárius tört Kresswoldtól. Szerintem nem fogja hagyni, de menjen. Óhó, na nézzük csak. Késő este a méhész fákjával a kezébe Kresswoldnak mutogat pár pergament, amin egy méh fegyver, méh gránátok és mézes szemüvegek vannak. Kresswold gondolkozik, majd bólogat. A méhész kezet fog vele, majd egy törölközőbe csavarva lerak valamit a földre. Miután a méhész elmegy, Kresswold gondolja, Kresswold kicsomagolja a törölközőt és gyengéden végig simítja a kezét egy aranyozott melvérten, amit bemocskolt a rozsda. Vedd kölcsön az ősitől. Soha sem szerettem az idegesítő temető gondokokat. Megpróbálom rövidre fogni. Kölcsön kérhetem az ősitőrödet? Boldogan, örökre odaadnám neked, de először segíts nekem. Maradék túlságosan jókedvű mostanság, tegyük tönkre a kedvét. A legtöbben pusztán Miss Charm dalai miatt látogatják meg Horadrik dalát. Győzd meg őt, hogy énekeljen a te kocsmádba is, és Horadrik belezöldül a méregtől. Ó, hát akkor erre megint kell várni egy csomót. Oké. Okay. Jó. Elpakoljuk a trágyákat, meg a cuccokat, amiket loptunk a gazdától. És hova menjünk tovább? Igen, bányászni. Most már mehet a bányászás. Ne haragudjatok, srácok, olyat tüsszentettem, hogy elment az internet. Most már jó? A szép, ugye? Durva, mi?
De csak azért üsszentettem ilyet, hogy Lorchit kihúzzuk a lörgbe. Ez volt a terv mindvégig. Szenet innen kivesszük. Hát akkor valamit rosszul csinálok, csinál. Szia, Létó! A szőlőkkel is kéne foglalkozni. Üdvözlöm mindenkinek, skacok! Azért ekkora a tüdöm, mert Klotó megcsinálta. Meg nagyobbította. Óriási tüdőt varázsolt nekem. A tüdejt. Tüdejtet. Őzeg, ezüst, őzeg és ezüst. Most pedig őzeg és bronz, nincs bronz. Rip. Arany, tessék. Ja, mert hogy azért nincsen, mert nem tudtam felvenni. Mehet még be. Jól van, termelődik újra a tőzenk. Most ilyen rezidens alvó ültetéseket nyomunk, na. Néha ilyen is kell. Ide pedig céklát ültetünk. Még egy mag. És akkor aranytök. Nincs hely az aranytöknek? Mi a manón? Hát olyan nem lehet. Na jó. Reméljük, hogy a láncsének lesz helye. Oké, szerencsére a lencsének lett helye. Jó. Tényleg a kígyó. A kelgyóval is kell foglalkozni. Hát akkor a szőlő most egyelőre ott marad. Kavics megy oda be. Deszka, alkímiai receptet azt ide ki akartam rakni. Így mi? Uh,
Na nézzük, mit tudunk segíteni a kágyónak, közben a férket letoljuk a torkunkon. Na, tehát... Az utolsó feladattal kapcsolatban. Mi lesz az utolsó feladatom? Most nálunk van a vadász medaliónja, kezd minden összeállni. Tudod, ez segített neked kinyitni a 11. szint kapuját. Mélyebbre kell jutnod, és hozz nekem egy aranyalmát. Azt meg is tudnám venni. Ez az utolsó dolog, ami a rituálihoz szükséges. Hát, jó, akkor menjünk. Bár megmondom nektek őszintén, nekem ez a dungeon bújás annyira nem. Most már elektromos port is találtunk. Ez a dungeon nekem nem tetszik. Nem olyan izgi, mint a sztárgyus. Tudom, nem jó dolog ez a hasonlítás egyébként. Na, akkor is. Most mit mondjak? Elektromos porra, ez ami a szerencsétlen, ami járt villanyszerelőkben maradt. Lehet, hogy ezek villanyszerelőből maradt hátra. Hogyan lehet, Léto? Nem próbáltam még. Van valami kristály. Ez mi lehet? Gyémánt! Wow! Nice! Na, fók. Ilyen nem volt benne, amikor te játszottál? Mármint ez a... dungeon-ös rész. Vagy az elektromos por? Jaha, dungeon-es rész. Fellowship expands. Praise the sun. Léto, köszi szépen a támogatásodat imáron negyedik alkalommal. Köszi szépen a feliratkozás, ajándékozást Akidus számára. Remélem, hogy jól mondom a nevét. Köszi, köszi. Ujjjjjj! Köszi szépen a pergetést, Willy. Kulerzés is tag.
Köszi, köszi, srácok. Hát, vizé. Miért is nem? Mi baj lehet? Ez micsoda? Ó, ez már ilyen fekete zselét ad. Mi ez amúgy? Fekete zselé, aha. Hát, lefészáltuk. Mint a nubok. Szerintem ezzel a pályával nem fogunk tudni végezni. Ó, mi van ott? Ez elég is. Oda most még nem megyünk be. Azok ott minket csúnyán inasba raknának. Elektromos por, ezüströg. Oké. Azt nézem, hogy itt egy csomó mindent lehetne kutatni, ami nálam van, úgyhogy hát elmegyünk aludni, aztán pedig mehet a kutatási. Lassan csinálják a sört. Azért is volt jó, hogy ide eljöttünk, mert a véres szögeket ide le tudom tenni. Meg a pókhálót is. Na nézzük. Kutat ási. Aztán vasdarab. Ilyet a búzamag is. Van itt ilyen, hogy kék zselé. Fekete zselé. Ezek kell csinálnom festéket. Na, mit is mondott a csacsi? 2 fehér és 2 fekete festékes kanna. Pillanat. Na, tehát... Igen, tehát, hogy olaj és hamu, az az egyik legegyszerűbb a fekete festék előállítására. Van-e nekünk itt olaj? Hogy is csináltuk az olajtot? Az olajtót? Aha. Valahol kell, hogy legyen zsírból, tényleg.
És azt ide tettük be a desztillálóba. Nem. Azt a présbe tettük bele. Na ezt mindjárt megcsináljuk. Olajat akarunk csinálni. Ó, oh, jaj, közben itt vannak ilyen hullák. Na mutasd a százast. Hűha! Pillanat, srácok. Hát, megnézzük ezt a 87-eset is. Aha. Aj, nézz ki. Most így nincs kedvem kilótolni. Jó sok bűntöredékünk lett így. És akkor még mindig van. Hát benne alapból van bűntöredék, adja csak. Amúgy a zsír az pont jól jöhet, nem? Már mit is kajál? Te is tudok, mit mondtál? Vagy nem is mondtad? Aha. Hát neki nem volt lelke. Ő nagyon bűnös volt. Melyes gombás töltelékes csirke? Az igen. Azt hiszem, itt egy jegyzete Euriktól. Üdvözöllek, gondok, mert ma már sokkal jobban érzem magam. Ha keresnél, akkor épp a falu legérdekesebb helyét látogatom meg. Ott megtalálsz, Eurik. Úgy tűnik, valaki úgy döntött, meglátogatja a kocsmát. Nem túl korai neki kimenni. Valószínűleg még mindig veszélyes. Haha, nagyon érdekes, Eurik. Jó sok barátot szereztél a városban, nem de? Igen, ő egy remek fickó. Talált nekem egy remek helyet, pont a halottas kamra alatt. Neki köszönhetem, hogy odalent élek. Ennek nagyon örülök, Mr. Eurik. Azt is jó hallani, hogy a gondok másokkal is törődik, nem csak saját magával. Ha ismét meglátogatnád a falut, látogass meg minket is. Manapság nagyon hiányzik a hozzád hasonló kifinomult társaság. Oké. Teleport haza. És akkor festéket akarunk csinálni. Ja, valószínűleg a kaján nyomott el, azért kérdeztem Istang. Na, tehát akkor nem így kell. Ja, mert hogy a szőlőprésbe kell az olajat csinálni. Tehát, srácok, a hozzám hozott hulla zsírjából csinálunk olajat, amit most festékre fogunk majd alakítani. Juhé! Pa! 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 Jó, tehát ezzel meg vagyunk, fekete, oké, és akkor kell hamu nekünk, reméljük, hogy itt van. Hogy ne lenne? Hamu, és olaj.
Achievement. Hát igen, ugye én nagyon jó ilyen festék készítő vagyok. Azt hiszem, hogy kettőt kért tőlünk a csacsi. Azt mondja, kettő fehér és kettő fekete festékes kanna. Jó, akkor a fehér jön most. Na, hát ez egy nagyon menő dolog. Tehát fehér porból lehet csinálni, és olajból. Illetve elektromos porból és vízből. Alkoholból és lassító főzetből, vagy mi lassító akármiből. Wow. Na. Fehér porunk hogyan lesz? Fehér porunk úgy lesz, hogyha lebontjuk a csontot. Na menj már. Vagy a limestone-t. Wow. Ez rohadt jó. Ja, most nem raktam magamhoz a vizet? Pillanat, srácok. Szia, osonapos foson. Szia, Benedek. Szevasztok, skacok. Tehát kell nekünk a víz. Bár igazából a csont is jó lenne. Csinálunk egyet. És most, hogy ezzel meg vagyunk, csacsinak meg is van egy feladat. Jó. És azt nézem, hogy kell még egyet csinálni. De az kell majd sejem is. Először menjünk haza. A bűntéredéket jól lett volna kitennem. De nevérszájnak van hely? Tehát szükségünk lesz egy szilkre. A gyémántot eltesszük. Búzom a kék zselé. Jó. Ezeket a fém töredékeket is kirakjuk, hogyha elfér itt persze. Úgy néz ki, hogy elfér. Jó, át is alakítjuk. És akkor kell nekünk víz. Ja, meg zselé. Tehát zöld zselé. Hát elvileg elég egy is. Meg liszt is. És ez kell ahhoz, hogy hihetetlen erejű zselét csináljunk a patkánynak. És akkor most jött a víz. Ó, kalácska felébredt, most látom. Még egy fehér festék. És elvileg ez az asztal kell nekünk ahhoz, hogy meg tudjuk itt csinálni a forradalmi szamárzászlót. Jó, és akkor most lebekkelhetünk. Bár igazából nem is kell lebekkelnünk, mert engedi a játék, hogy szépen itt kimenjünk, és betegyük a dobozba. Az összes mindenség. Ja, hogy a hihetetlen erejű zseléből 5 kell. Ja. Nem probléma, srácok. Addig legalább a tőkeim is megnőnek. Tehát kell ebből 4. És itt a zseléből is 4.
Na erre nagyon kíváncsi leszek. Mi lesz ez utána a csacsi küldetésével? Közben Eurikhoz le kéne mennem, hogy megtudjam, hogy mi a helyzet. Nos, legalább van valami, amire büszke lehetek. Van rajtam kívül más, aki mágikus zseléből készült antropomorf patkányokkal szponzorált egy szocialista forradalmat? Jó. Megvárjuk, hogy újabb küldetést kapjunk. Na hát, nézzétek meg, ott megy tönkre a hulla, azt itt közben Geri. Nem tudom, hogy mit keresel itt. De olyan szép és csendes volt itt, míg ide nem érkeztél. A sok csengés és zaj és vihogás épp békésen üldögélve iszogattam a sörömet, és hirtelen eltűnt. Mit akarsz tőlem? Nem látod, hogy félig átlátszó vagyok? Mi folyik itt, Geri? Hát te is benne vagy? Geri, mi? Ó, tudok én másképp is zajongani, akár teli sörös üvegeket is össze lehet törni. Hadd szívja csak fel azt a kedves hangot, Vidámka, elég? Geri, azt akartam neked mondani, a sok zaj attól ered, hogy a sok szerkezetet megjavítjuk. Biztosítatlak, hogy többé nem lesz ez hasonló zaj? Megígéred? Esküszöm a saját életemre. Rendben, de ha valami történik, akkor annyi piát adsz nekem, amennyit csak akarok. Arra érek ide, hogy legalább a tökeim is megnének. Mondom, ez milyen stream? Hát a... A sültöknek való tökök. Minőségi tökök. Ilyenek. Victorious. Boncasztal felett, boncolás közben. Csámcsogás. Twitch problém, vagy megint az én netem a problém, hogy megint pufferel a stream. Hát, szerintem nálad lesz a gond. Sina, rá kéne szólni a hörcsögökre, hogy gyorsabban darálják. Igaz, srácok? Nálatok jól megy. Remélem. Na, létó, ne rendben van. Ha látom, többötöknél rendben jól van. Köszi a visszajelzést. Aztán a... őrcsökkereket is gyorsabban tekerje? Na. Na, srácok, elégettük mindenkit. Szuperság. Itt mindenkinek. Jó, tehát ezzel megvagyunk. A zselés dolgokkal. Mi a következő? Kígyónak aranyalma a kazamata 15. szintjéről. Sok pénz, hogy legyen folytatás a Miss Charmos küldinek. Legionárius tört Krezó volt, ahhoz meg meg kell viccelni, ahhoz meg Miss Charm kell. Oké, tehát akkor az hamarosan. Miss Charm, meg kell győzni, hogy az én kocsmámba énekeljem. Jó. Vedd el az ősi tolvaj kulcsot a Molnártól. Hát amúgy, mit tudom én. Igen, igen, kell a püspöknek 3 aranyszobor. Jaja. Ja. Azt még húzom. Azt a küldit. Na most jön a csacsi.
Nézzük, hogy mi lesz a kimenetele a küldetésének. Mint a kalácska itt nyávognak. Na de jó, itt egy moly lepken. Na, énekelj és táncolj, drága elvtársam, a mai nap történelmi lesz. Véget ért a forradalom, győzedelmeskedtünk. A mester kihasználónkat elkaptuk, és a nemes lovakat messzi legelőkre számítottuk. És a legmegbízhatóbb szamarakból és patkányokból megválasztott ideiglenes kormány indította be a szocialista reformokat. Jól értettem, ez azt jelenti, hogy többé nincs már szükség a szolgáltatásaimra? És boldogan ünnepelhetem ezt a tényt? Hát persze, hogy nem. Bár gondolom, hogy biztos őrülten örülsz nekünk. Ez csupán az első és legegyszerűbb lépés volt. Vár a világ méretű forradalom. A szamár szocialista köztársaság tudja, hogy mit jelent a hála. Szóval fogd ezt a szerény ajándékot. Nos, köszönöm, jégcsákány. Emeljük hát fel farkunkat. Igen, emeljük, igen. Long live the revolution. Energia használat 1, eszköz hatékonyság 200. Ez a csákány minőségi eszköz, de rosszat érzel vele kapcsolatban. Talán azon a kis megszáradt vérfolton elmélkedsz? Szóval 200%-os csákány. Beraktuk. Na, hát ezzel is meglennénk, srácok. Zsír. Ja, hát a mi csákányunkat azt így ide szépen kitesszük, amúgy is lassan tönkre akart menni. Még arra egyébként van erőm, hogy gyorsan újraültetjük a szőlőt. Hát, igen, az jó. A lácska már azt akarja, hogy vele foglalkozzak. Néz ki, hogy ebből a komló ültetés lesz. Igen, ebből a komló ültetés lesz. Az ott micsoda? Búzamag. Aha, azt meg majd ki kell tennünk. Ne kelljen oda mennem, Kalács! Nem neked szóltam, mármint, hogy nem azt mondtam, hogy gyere ide. Na. Ki akar menni a kertben? Jó. Szőlő. Még egy szőlő és még egy utolsó. Hát már nincsen utolsó. Kának nem tetszik, hogyha nem az van, amit ő akar. Ide raktuk az olajat. Beljebb hozzuk egy kicsit.
A koponyát majd ki kell tenni. Szerintem a menekült tábor jól áll arra, hogy én most oda visszamenjek. Úgyhogy illanat azt mondja, hogy... Hát azt nem tudom eldönteni. Ágyat? Helyzet, hogy a... Tábortűz. Csináljunk tábortűz 2-t. Ahhoz 16 nyers fa kell, és 8 kavics. Hát 10... Igen. Kavics megvan. 8 kell. Vagy pedig 16. Ezt a régebbi screenshotjaimból nézem. Ott van. Bam! És kell még nekik egy sátor. Szuper. Szuper. Jó. Ezzel is meg vagyunk. Misét kéne tartani. Pedig ennek olyan jó zenéje volt, még elhallgatnám volna egy kicsit. Kéne húzni a templom minőségét, ez lesz majd a következő feladatunk. Mármint a legközelebbi streamben a következő feladat. Amúgy tényleg túl, tehát hogy én múltkor pont azt mutattam Melinda, nem tudom, hogy itt voltál, hogy mondtam azt, hogy kalács, és így ide szaladt. Kalács. Mi van, Kalika? Mindjárt befejezem. Mindjárt mehet a menet a kertbe, mit szólsz? Még ki kell bírnod egy kicsit. Egy hete, lassan egy hete egyébként, hogy kapja a bunda növesztő cuccot. Ami az emberek hajnövesztőjének felel meg, mármint hogy olyasmi. Én nem látom, hogy hatásos lenne, de hát reméljük majd az alatt az egy hónap alatt kiderül. Ja. Jéha, sok minden van nálunk. Az egyik cicánk Lupin, ha eldobsz neki egy kis labdát, akkor visszahozza. Wow! De durva. Nektek is van cicátok? Sina. Kell ilyen bunda növesztő neki, mert allergiás volt, vagy allergiás valamire, és most azt nézzük meg, hogy így csak a hipoallergén tápon él, pedig is azon él, és még kap ilyen bunda növesztő cuccot, ez így helyreállítja neki a kikopott szőrét, mert ugye allergiás volt valamire, ami nem tudjuk, hogy micsoda.
Ó, szegény cica. Van kecskétek? Mekkora jó már. Apáméknak is volt kecskéje. Imádtam kint lenni velük. Kecskete is annyira jó egyébként. Meg a kecske sajt is, 1000 éve ettem már kecske sajtot. Na nézzük. Tehát én most itt igen vasvésőt akarok. Igen, finom a tej és a sajt is, de amikor hajnalban arra kelsz, hogy az annyira nem jó. Hát, nyomni kell egy szundit rajta. Vagy ez nem így működik? Lerágta a rózsád? Hát... Lehet, hogy vízkedett a torka. Bűntöredékből kell nekünk 3, és akkor befejezzük ezt. Na nézzük. Tehát, ha én most ide jövök, ide. Oké, itt már nincs egy darab bűntöredék sem. Itt pedig van sok, és kell nekünk kevés. Hát amúgy 3 pont elég. Na ezt figyeljétek. Itt van a lélek konténer 2. Tizenöt helyet ad. Bezony. Most meg ide azt hiszik a lecska, hogy... Neki tartottam így a kezemet. De hát nem neked tartottam így, Kalács. Várj már egy kicsit, jó? Nekünk egy kecske, 2 bárány és kacsa, liba, pulyka, tyúk, gyöngytyúk. Kecske az mindenkit megkerget az udvarba. Ez tök jól lehet traclál. Apecska. Életlen lefeküdtem. Na, srácok. Hát, a technológiákban most annyira nem fejlődtünk, az a helyzet. Bár majd kell. Tehát, a kartforgatót azt majd ki kell rakni, mert dungeont kell nyomnunk. Tehát, hogy meg kell legyen a 15-ös dungeon. Tehát, hogy, na várjunk. Mindjárt mondom, hogy mik a tervek. Először azt kéne megnézni, hogy mit csináltunk. Hát, megmondom őszintén. Megcsináltuk a szamár forradalmat például. Illetve Klotónak a barátot szereztünk. Az jó. Kell még nála valamit csinálni? Hát amúgy valószínűleg nem. Nem. Oké, megvan. Eurikkal kell majd tehát, hogy igen, meg lett a püspöktől is az ő büszkeség töredéke. Molnártól kell az ősi tolvajkulcs. Bejutottunk a gazdához is például, és megszereztük a Leonidászos sisakot, vagy mi, légionárius sisakot. Az egyik következő majd a Molnáré lesz a tolvajkulcs. Haladtunk a menekült táboros résszel is. Még egy sátor kell majd oda.
meg kell győzzünk mi is Charmot, hogy a kocsmánkba énekeljen. Ez azért kell, mert Krezó volt, csak akkor adja oda a puskázok, hogy miért. Persze, ha megtalálom. Nem találom meg, hogy most hol van Krezó volt, de hogy csak akkor adja oda az ősi akármiét, a, nem tudom, páncélját, hogyha feldühítjük egy kicsit Horadrikot. Arisztokrata papírokhoz 12 gólt kell. Jó. Na hát, most már ilyen menő a térképem. Ez azért van, mert Eurik nekünk adta ezt a cuccot. És így távolról tudunk craftolni például. Csak kell olyan lélek energiatranszformátor, vagy mi a manó. És akkor tudom használni. Tehát így tudok például craftolni. Éppen csinálja. És hogyha oda megyek, akkor mi történik? Azt nézzétek, ott nyomja. Durva. Szóval van már ilyenünk. És amit nagyon szeretnék, az, hogy a következő streambe a templom minőségén javítsunk. A templom minőségén javítás pedig hát rengeteg kék pötyit fog igénybe venni. Rengeteg, de rengeteget. Kőtemplomos szentét kell csinálnunk, karos gyertyatartó 3-at majd, kőimádkozó helyet, márványjárda követ, lámpást, porcelán urnát, pázsitot, templom és temető pimpelés. Ez ahhoz kell, hogy sok pénzünk legyen, mert a sok pénzből mi hamarabb lesz 12 goldunk, és akkor a 12 goldban meg arisztokrata papírunk, így a mischernos küldetés egy kicsit jobban be fog lendülni. Meg még a dungeonbe kell lemenni a kígyó miatt, hogy meglegyen a 15. szintről az aranyalma. Úgyhogy ilyen teendők várnak minket a következő streambe. Ahogy látjátok egyébként, ott van amúgy Krezó volt, légionárius őr kell. Diktől pedig a pap medallionja kell. Szóval ahogy látjátok, itt 60-as az asztrológussal a repunk, a kígyóval 80-as, kereskedővel 40-es, Mischárma és a püspökkel 60-as, a szamár például meglett, megkaptuk tőle ezt a jégcsákányt, úgyhogy nagyon jól haladunk a játékkal. Nem hiszem, hogy még a héten be tudjuk fejezni, de szerintem nagyon jól haladtunk, hogy végig játsszuk. Nagyon szép ütembe haladunk, skacok. Kalácska pedig itt ül az ölembe. Mondjuk nem tudom, hogy látok-e belőle valamit, valószínűleg nem. Úgyhogy mostanra ennyi elég a Graveyard Keeperben. Remélem, hogy tetszett nektek, és köszi szépen a segítséget így a stream alatt.